Sziasztok, Laci vagyok a nézitek, és ez itt az új Irfan R Pro 4. Jaj, nem már most komolyan még egy fülalgató? Igen, de... De micsoda? Kit érdekel? Hát annyi füles van a piacon, hogy megőrülsz. Igen, tudom, de ez olyat tud, amit eddig még nem láttál. Na, és mégis mi lenne az? Aurakaszt. Az meg micsoda? Már is mondom. Az egyébként tényleg igaz, hogy legalább annyira tele van a vezeték nélküli fülhallgató piac, mint az okos telefonos, és újat mutatni, amire tényleg azt lehet mondani, hogy na, ezt kell nekem, hát nem egyszerű. Az Irfanna 2020-ban találkoztam először, a különlegességük, hogy baromi jó árértékarányt képviselnek, és minden termékük 100 dollár alatt van. Az utóbbi pár terméknél viszont megjelentek olyan extra funkciók is, amik esetleg segíthetnek megkülönböztetni a termékeket, és eldönteni, hogy mondjuk még a neked való. Ha például a Snapdragon Sound támogatása legfontosabb neked, akkor Free Pro 3. Az RS-nél megjelent a Multipoint, így egyszerre két eszközhez is lehetett párosítani, az R Pro 4-nél pedig a kult az AuraCast. És szerintem elég ideig kerülgettük a témát, szóval mi az az Auracast? Ez gyakorlatilag egy Bluetooth technológia, ami a legújabb Bluetooth ele audio standard része az LC3 kodek mellett, ami hatékonyabb adatátvitelre képes a hagyományos SBC kodekhez képest. Az Auracast egy korábban már létező funkció az audio sharing gyakorlatilag új köntösben, és a célja hasonló, mint a rádiónak, hogy egy forrásra sokkal több eszközzel is rá lehessen csatlakozni. Ez főleg publikus terekben lesz hasznos, amilyen mondjuk egy tévével felszerelt bár, vagy mondjuk egy reptér. Tehát, ha van egy Auracast támogatású TV vagy egy reptéren Auracast adó, akkor mint egy wifi-re rá tudsz csatlakozni, és úgy fogod hallani a meccset a bárban, vagy a bejelentéseket a reptéri váróban, hogy például aktív zajszöréssel közben minden más kültéri zajt kizársz, és természetesen emellett hallgathatod a zenévet is. Tehát így a fontos bejelentésekről nem fogsz lemaradni. Elméletileg egy Auracast adó 2700 négyzetméteres területet tud lefedni, szóval elég távolról lehet fogni a jelét. Ez azt is lehetővé teszi, ha az eszköz támogatja a technológiát, hogy mondjuk miközben én hallgatom a zenémet a fülhallgatón, ezt a zenét meg tudom osztani a haverom fülhallgatójával. Hogyan lehet használni? Az Abracast alapfeltétele a Bluetooth 5.2, illetve a Public Broadcast Profile támogatása az új Ele Audio szabványon belül, ami hardveresen nem olyan elterjedt még. Rendszer szinten Android 13-tól támogatott, iPhone-nal az AuraCast sajnos nem működik. Természetesen a forrásnak is támogatnia kell ezt, hogy működjön. TV fronton például a Samsung Neo QLED 8K, illetve a Kavai MicroLED tévék tudják ezt, amik hát nem olcsók, viszont az Abracast lényege nem is az, hogy te otthon használd a házban, hanem hogy különböző publikus zajos területeken nagy tévékre, kivetítőkre vagy reptéri bejelentő rendszerekre tudj csatlakozni. Ez például a hallókészülékkel rendelkezőknek is hasznos lesz, hogy így az Auracast adást tisztán hallják, és nem fog elveszni a tömeg zajában. Nyilván, ha minden feltétel adott, akkor tudsz csatlakozni a broadcastra. Ez tehát az Auracast, ami jelen pillanatban még nem olyan elterjedt. Az első ezt támogató fülhallgatók is az idei CES-en jelentek meg, ilyen például az Irfan Air Pro 4 is. A jövő szempontjából ez mindenképpen izgalmas lesz. Az új Irfan egyébként használható android illetve iOS-szel is. Mindkét esetben adott az applikáció, amin keresztül be lehet kapcsolni az alacsony késleltetésű gamer módot, van közelségérzékelője, tehát ha kiveszed a füledből, akkor megáll a zene a két oldalt érintő felülete testre szabható, illetve révén, hogy ez a gyártó legjobb képességű fülhallgatója támogatott a Multipoint, a Qualcomm APTX, akár lossless módban, van ezen kívül eldak is, és természetesen aktív zajszűrés, valamint zajáteresztés is. IPX5 tanúsítványa van, tehát az izzadságot bírni fogja. Összesen 6 mikrofon van benne, amivel nagyjából ilyen hangminőségre lehet számítani Bluetooth hanghívás esetén. 50 decibel zajt képes kiszűrni az ANC-vel, ami minőségileg persze nem olyan jó, mint egy felső kategóriás fülesnél, de nem is az az árkategória. Repülőn abszolút kellemes volt használni, a gép zaj nagy részét kiszűrte. Az ajáteresztő mód az viszont nem olyan jó minőségű, kicsit mű, amit felvesznek a mikrofonok. A a hangzás az árához képest szerintem kiváló, mint az Irfának többsége, ez is basszusorientált, de egyáltalán nem megy a többi tartomány rovására, tehát mondjuk suliba menet a buszon, zögykölődve, vagy, vagy akár hosszabb távon, vonaton, repülőn, utazásra egy abszolút kellemes hangzású fülest kapunk. Elő vannak rajta a töltöttséget jelző ledek, hátul az USB-C, de vezeték nélkül is tölthető. Egy feltöltéssel egyébként 11 órán át bírja, a töltőtok pedig további 4 alkalommal tudja feltölteni, mielőtt ez is lemerülne. Szóval kifejezetten jó ebben is. Összegezzünk. Az Irfan R Pro 4 alapvetően 80 euróba kerül, de kuponnal 60 euróig letornázható, amivel ilyen 25 ezer forint alá esik be az ára ezért a pénzért tényleg nem lehet rá panasz. Van viselésérzékelés, jól működő zajszűrés, hosszú üzemidő, korrekt basszusorientált hangzás, minőségi audio kodekek, multipoint és ott az AuraCast is, amit most még nem biztos, hogy ki tudsz használni, de ez egy olyan dolog, ami a jövőben biztos, hogy hasznos lesz, főleg, a sokat utazol és sokat használod a fülesedet. Ha tetszik, akkor megtalálod a linket a leírásban. Nos, én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor szokás szerint nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!